Volt egy közös fellépésünk az Attilával, ahol még egy jam session részesei voltunk, amiből aztán lett egy másik fellépés, és abból a másik fellépésből pedig lett egy ötlet, hogy legyen egy duett, amit még akkor nem tudtunk, hogy mi lesz, hogy saját nóta, vagy valami feldolgozás, aztán úgy alakult, hogy végül is egy létező dalra írtunk magyar szöveget, és hát ennek a felvételei zajlanak most éppen. Igen, hallom, mit csinál? Valamit húz, fölhúz magát. Ez a dalnak a története, ez egy elég érdekes dolog, mert ez egy, ezt a bőgősünk hozta ezt a dalt, ő így száz szöveget. A szöveget azt mindig vezetés közben csinálom, megy a zene, és akkor egy-két mondat, gyorsan vázlatok a telefonon. Ez a harmadik verze az egy piros lámpánál, hogy írtam, hogy ez, ez igazi. Van, akivel először zenélek, de hát úgy hiszem, hogy ez nem probléma, mert nagyon tényleg az első próba után annyira összehangolódtunk, hogy egy teljes dolog lett az egész. Én mindig próbálom azt a részt kihozni a dalokból, mivel a hegedű a hangszerem, hogy a lírai részeket át tudjam adni a hegedű által, mert talán ez tudnivaló, hogy a hegedűvel nagyon szépen át lehet ezeket a dolgokat adni. Sok minden dolog fűződik ehhez a dalhoz egyébként. Nekem a zenekarból négy ember, aki gyerekkori barátom. Ez egy gyerekkorból induló dal, és ezt most tudtuk megvalósítani. A zenészeket most nem én hoztam, de van egy kapcsolódási pont, itt is ugyanaz a zongorista, Juhász Attila, aki az én előző lemezemen, illetve mind a két saját lemezemen zongoristaként és zeneszerzőként is közreműködött. Ő egy régi-régi barát, még a jazz tanszakról. Én zongorán játszom, azt gondolom, hogy kis ellenpontokat, kis színeket rakok én bele. Erikát meg nagyon-nagyon régóta ismerem, együtt jártunk még a zeneművészeti főiskolának a jazz tanszakára. Egy évvel alattam, mert viszont rengeteget muzsikáltunk már ott is együtt. Az Attilát a Megasztárban ismertem én meg, hát a legjobb férfi hang lett, és ugyanis én ott csináltam az alapokat, hangszereltem és ott zongoráztam, és megmondom őszintén, nekem már az első forduló a kedvencem volt, ezt mondjuk ő nem tudja. 100 zongorával kellett muzsikálniuk, és akkor feltűnt, hogy mennyire jól énekel. Aztán alatt rendkívül szimpatikussá is vált, tehát egy emberileg is nagyon megkedveltem őt. Az nekem mindig egy ilyen nagy boldogság, hogyha jó zenészekkel összehoz a sors, úgyhogy ez most ilyen izgatottan várom a közös gyümölcsöt. Én Attilával játszom most már úgy, hogy megállásnak viszont 10 éve, 10-11 éve. Hát én imádom a latin zenét, ugyebár ez egy bossanova stílusú szám, de hát ahogy halljátok ti is, próbálunk belőle egy picit poposabb zenét csinálni. Ezen áll hozzánk ez a latinos popos vonal. Hát én igazából a dob szerepet töltem be, mint dobos. A hangszerelésben közösen kiveszünk a munkánkat. Igazából teljes csapatmunka történik, zajlik. Már a kocsiban is hallottam, hogy ez a dal az Attilának, meg az Erikának, ez így nagyon fog feküdni. Az, hogy az emberekből mit fog kiváltani ez a dal, hát nagyon remélem, hogy azt az érzést fogja kiváltani, amit mi is érzünk. Ez egy olyan dal, amire lehet táncolni. Rengeteg érzelem. Tehát a szövegbe, a dallamokba, a ritmusban. Nagyon sokan fogják énekelni, mert fülbe mászol a dallam. Reméljük, hogy sikeres lesz. Azt szeretném, hogy a szövegből mindenki ismerje rá egy kicsit a saját régi vagy mostani történetére. Nem volt nehéz beleszeretni. Szóval szuper. Hogyha 20 év múlva beszélgetünk, akkor is emlékszel majd arra, hogy volt egy ilyen, ugyanára Erika együtt énekelt a Kökény Attilával.
Én akkor is csak téged várlak rég. Szívemben